Egy újabb emlékezetes sportsiker, a DVTK kosárlabda magyar kupa győzelme adta annak az ünnepélyes találkozónak az apropóját, aminek a Városháza adott otthont. Kékesi Márton téli olimpikon után ugyanis a Diósgyőr kosárlabda együttesét látta vendégül Veres Pál Miskolc város polgármestere, aki az elmúlt időszak legnagyobb sikerének nevezte a diósgyőri kupa aranyat. A kedden délben tartott eseményre nem érkezett üres kézzel a DVTK, a büszke csapatkapitány kezében ott volt a kupa serleg. Pontosan ez a diadal adta a polgármesteri fogadás apropóját, ugyanis egy emlékezetes, varázslatos hétvégén szinte tökéletes játékkal hódított el a magyar kupa serleget, a talán előzetesen esélyesebb együttesek elől a DVTK. Ezt a hihetetlen akarást, a pályán mutatott összefogást köszönte meg Veres Pál polgármester a miskolciak nevében. 9 pontról egára hozta a csapat az eredményt, hát az maga volt a csoda ténynek, és utána már én azt gondolom, hogy a hosszabbításban nem volt kérdés, hogy mi fogunk győzni. És egy ilyen diadal 2016 után, ilyen emlékezetes körülmények között is, ilyen sok nehézséggel, hiszen sérülések, betegségek nehezítették a csapat felkészítését, valóban azt mondom, maga a csoda. Úgyhogy szívből gratulálok a játékosoknak, a felkészítőknek, a csapat körüllévőknek, és nagyon bízom abban, hogy még nagyon sok sikert fogunk közösen elérni. Az egyéni gratulációk mellett Völgyi Péter vezetőedző vehette át Miskolc város emlékplakettjét. De a csapat sem érkezett üres kézzel, hiszen egy dedikált képpel kedveskedtek a játékosok Miskolc első emberének. Mindenki nagyon boldog volt, hogy ilyen nagy siker kapcsán idejöhettünk, és köszöntöttek minket, úgyhogy büszkék vagyunk az egész csapatra, köszönjük szépen a polgármester úrnak, és hát reméljük, hogy többször alkalmat adunk még, hogy meghívhasson minket ide. A jó hangulatú találkozót pedig egy közös csoportképpel zárták le a résztvevők.